ez a mai nap ez nagyon hatékonyan telik, tehát még jobban, mint az előző nap. Mondjuk kéne még belőle 10, úgy látom. Mert most értünk el oda, hogy a feladatok most már letisztultak, és úgy tűnik, hogy most vannak a kollégáknak már kérdései, most tudnak vitatkozni egymással, megosztani az eddigi tudásukat, úgyhogy ez a mai nap az roppant hasznosnak találtuk. A komplex rálátás után most kezdődik el az analízis, tehát a részleteknek a tisztázása. És ugye a minőségbiztosítási folyamat az mindig egy ilyen dinamikus folyamat, tehát azok az ellenőrzendő folyamatok, azok az ellenőrzendő személyek, akikre koncentrálunk, azoknak a korrektségét, vagy a lehetséges pontos lefolyását vizsgálva olyan hibákat találhatunk, amely hibákat ki kell küszöbölni, és a kollégáknak most már egyre szélesebb rálátása lesz ezekre a folyamatokra, és egyre pontosabban meg tudják határozni a kritikus helyeket. Ami most leginkább előtérbe kerül, hogy az űrlapokat hogyan kell kitölteni, esetleg milyen fejlesztési javaslatai vannak, és rengeteg van, hál' Istennek. Tehát nagyon érzékenyen veszik, nagyon érzékenyen nézik ezt a kérdést. Tehát megkörülnék a portfólió végés, és a bizottság mindenki a szakosztalképünk, folyamatosan töltjük ki és gyakoroljuk ugye az űrlapoknak a használatát és azoknak az űrlapoknak a kezelhetőségét. Erre aztán vannak javaslatok, hogy az űrlapokat hogyan lehetne továbbfejleszteni, illetve milyen módon lehetne picit átalakítani, hogy az még inkább hasznos legyen, hogy a minőségbiztosítás tekintetében. Mivel mi csak most tanuljuk ezeket a minőségbiztosítással kapcsolatos jogszabályokat, mert ugye ezek folyamatosan változnak is ráadásul, és az űrlapok is folyamatosan fejlődnek, ezért konkrét javaslattal nem érkeztem, hanem amikor adódik egy probléma, vagy adódik egy kritikus pont, akkor ott hangzanak el a csoportok belül javaslatok. Kíváncsian várom azt, hogy az űrlapok milyen irányba fognak módosulni, mert sok esetben vita van közöttünk is ezeknek az űrlapoknak a használatáról, illetve hogy nem fed le minden egyes kérdést az űrlap, tehát ja, és ez a jogszabály is azt írja, hogy ezeket majd fejleszteni kell. Semmi rosszat nem mondhatok a csoportomra, mind a házi, az úgymond házi feladatokat, a feltöltendő gyakorló feladatokat is nagyon ügyesen megoldották. Ha csak nagyon-nagyon elakadtak, akkor jeleztek, hogy próbáljuk őket segíteni, és itt is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon aktívak. Kis viták vannak, de ez nagyon jó, mert ez viszi előrébb a feladat megoldását, úgyhogy nagyon jól teljesítenek. Miután az auditor ellenőrző lapokat kell kitölteni. Az űrlapok értelmezése, annak kitöltése jelenti a legnagyobb problémát most a számunkra. Mind a két kontaktnak nagyon-nagyon nagy hasznossággal zajlott. Olyan gyakorlatban elvégeztük a feladatokat, tehát gyakorlatban használható tudást szerezhettünk, amire aztán nagy szükségünk volt, mert hogy maga az eljárás nem volt eddig ismeretes számunkra. Akvárium feladatot oldottunk meg, ahol a saját bőrünkön érezhettük azt, hogy ez a feladat mit is jelent majd a elkövetkezendőkben, nem csak azoknak a szakértőknek, akik auditorként dolgoznak, hanem azoknak a szakértőknek, akiket tulajdonképpen a szakértők ellenőriznek, és az ő bőrükön keresztül érezhettük azt, hogy milyen feladat vár ránk. A képzés második kontaktnapjára ugye nyilván már izgalmasabban érkeztünk, mert elég sok feladatot kaptunk az elmúlt időszakban, viszont az már megnyugtató, hogy azért körvonalazódott, hogy mi is lesz a mi pontos szerepünk.
úgyhogy most már tényleg a részletes feladatok tisztázása a cél. Elsősorban ugye az körvonalazódott pontosan, hogy melyik űrlapokat, melyik ellenőrzésnél, mikor és hogyan fogjuk használni, és az is körvonalazódott, ami felmerült, hogy ezek az űrlapok módosítva is lehetnek, mert hogy ezek még csak ilyen előkészítés alatt álló űrlapok, és a gyakorlat fogja megmutatni, hogy milyen szükséges módosítások kellene. Egy folyamat majdnem befejező részéhez jutottunk el, hiszen amikor elkezdődött ez a képzés, a tanfelügyelet, a minősítés, az önértékelés, illetve a minőségbiztosítás, ez egy természetesen egy hosszú folyamat, és ennek a minőségbiztosításnak a részénél tartunk most, és bizony nagyon kemény munkával tanuljuk meg hasznosítani azt, amit eddig megtanultunk, mert ezek egymással teljes egészében összefüggenek, egymásra épülnek, és egymást értékelik, és ha úgy tetszik, a végén egymást fogják fejleszteni is. A megtanult tananyag, amivel még 2013-ban találkoztunk egy pilotban, az már nagyon kifinomult, nagyon pedagógus barát, nagyon tanfelügyelő szakértő barát, és reményeim szerint auditor barát is lesz. Azok a kapcsolatok, az a tudásanyag, az a másik szemüvegen való rálátás, amivel az együtt töltött órák során megtapasztaltuk, hogy lehet másképp is gondolkodni ezekre a dolgokról, hogy szabad is, és sőt kell is. Illetve az az ismeretanyag, ami mélyül, változik, újra mélyül, újra változik. Készült az Oktatási Hivatal megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával.